szakmai igazgatója. Megvoltak a helyzetek, de mégis egy Debreceni öngól kellett ahhoz, hogy egy-egyre hozzák ezt a találkozót. Lehetett volna ez akár több is. A végnézünkről? Igen. A végnézünkről, mert azért minden egy pontot tudtunk elhozni. Az első sorban is a szerencsén van szükség, és hogy szerencsén van egy pár. És ezért csak az egyet elhozni, hogy vagyok a pár, vagyok rá, hogy a szemben, hogy valóságban a legkevesebb voltak, a legkevesebb voltak, a legkevesebb voltak, a legkevesebb szerencsét pedig tenni kell, ezt szokták mondani, és előtt 0-1 után ezt megtették itt a bátran támadni. Ezt nem lehet elvenni tőlünk, hogy mi nem tettük érte, mert akkor is itt a minőségre nem tudtuk ezt nyújtani, hogy mi évesek nagyobb megtettük. Ott azért nem is ez a nagyobb megtettük. 3 támadó szellemi játékossal kezdett, ehhez képest az első fél időben viszonylag kevés támadást kezdett. Mi volt ennek az oka? Hát ennek az oka, hogy nem jutottam egy olyan ellenfélnek megtettük. Pedig a bajnokságban legkevesebb volt ezt a párharcot, a Debrecen védelem és az én támadó játékos vezeti párharcot, a Debrecen nyerte meg. És hát ez volt ennek az oka, hogy nem tudtuk hatékonyan játszani, sőt, kapunk se tudtuk. Mi változott Siófokon a tavaszra, hiszen most ide 3 győzelemmel érkeztek Debrecenbe, és itt is egy bravúros döntetlenbe, bravúros döntetlen tértek el. Hát megmondom őszintén, sok minden nem változott, a körülmények ugyanolyanok, amilyen eddig voltak. Tesszük a dolgunkat, óriási lelkesedés van, olyan játékosok kerültek a Siófoki csapatba, a keretbe inkább így mondom, akit bármikor be lehet tenni, és most is ugye nem panaszkodtam a mérkőzés előtt senkinek, sem most se teszem, 4 olyan játékos lépett pályára az előző mérkőzéseken nem játszott, és minden 4 játékossal elégedett vagyok, és egy szerepük van abból, hogy kaptunk ki, hogy a pontot szereztük.